Ercsiváros önkormányzat képviselőtestülete 27 napi rendi pontról döntött az augusztus 31 i majd a szeptember 8-ai nyílt ülésén. A testület elfogadta a Városi Viziközmű Rendszer 2022-2036 évi gördülőfejlesztési tervét. Békes Norbert képviselőt megválasztották a humánbizottság tagjává. Elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Pályázati kiírás hiánya miatt elnapolták a Burza-Hungarika önkormányzati ösztöndi programhoz való csatlakozási szándékról szóló előterjesztést. Elfogadták az Ercsi Hét Színvirág és az Ercsi Napfény Óvoda 2020-21-es nevelési évről szóló beszámolóját. A testület hozzájárult az Ercsi Hétszínvirágóvoda és az Ercsi napfény óvoda létszámának egy-egy fő alkalmazottal történő bővítéséhez. Döntés született arról is, hogy a képviselőtestület az Ercsi sinatelepről bejáró gyerekek autóbuszon történő utazásához kísérő személyről nem gondoskodik. Elfogadták az Ercsi Mini Bölcsőde intézmény vezetőjének tájékoztatóját. A képviselők a csónakházhoz vezető útra forgalomcsillapító eszköz telepítését nem támogatták, de döntöttek arról, hogy az ehhez szükséges előirányzatot az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe a testület betervezi. Továbbá arról is döntés született, hogy a testület a térfigyelő kamerarendszer operátori óradíj emelését és a rendszer személyes figyelésének napi időtartama 9 órában történő meghatározását nem támogatja de döntött a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére előirányzat biztosításáról. A testület megszavazta az Ercsi Kinizsi eset támogatási kérelmét. Elfogadta az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai programját és szervezeti és működési szabályzatát, valamint az idősek otthona, illetve az idősek nappali ellátása házi rendjét. Jóvá hagyta a szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez, a házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez és a nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodást az Ercsi Szociális Szolgálatnál. Ezen kívül a képviselők néhány napi rendet elnapoltak. A határozatokról bővebben Ercsi város honlapján tájékozódhatnak.